Valói sét, srácok! Ez nagyon brutálisan néz ki. Úristen, srácok! Ez brutális, ez nagyon-nagyon durva. Ám ez a TNT nem pusztít, hanem. Ha VIP-expert lenni és egyedi különleges emojikat használni nincs más dolgod mint menj a csatlakozás gombra és havi 1000 forintért használhatod ezeket a brutális emojikat csak te és most ha jelenkezel akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor csatlakoz most Hello everyone, itt XP és egy újabb videóhoz, amelyben ma nem más fogunk csinálni, mint megnézzük a világ leghülyébb, legidiótább, legbutább módját a Minecraft volt valaha láttatok. Szóval igazából nem is akarom tovább húzni az időt, kezdjünk is bele. Ahogy látjátok ide le is tettem egy csesztet, meg is mutatom, hogy mik vannak benne. Most nem fogom mindegyiket, e, vagy mindegyiket be fogom mutatni, de nem fogom az összeset kivenni. Kezdjünk mondjuk a pár, vagy ezekkel. Ezek nem olyan durva dolgok, igazából csak érdekesek. ez ugye egy ilyen papír sapka, ami ugye egy ilyen nagyon hülyén néz ki rajtad, vagy nem tudom, semmi védelem nincs rajta, de egy, egy védelem van rajta. Igazából nem tudom, olyan sokat nem véd, de szerintem elég viccesen néz ki. Van itt ilyen, ö, ilyen két darab ilyen állatka, úgymond, de nem élnek. Az egyik egy úgynevezett ilyen barátkő, ez a neve amúgy, a másik pedig egy technics, amiről, ha rász, akkor hallgassatok, milyen hangot ad ki. Remélem hallott... Oh, hallottátok, ú, uh, ezt nem tudtam srácok mondjuk, hogy ez is fel is robban, de köszönt, hogyha jól hallottátok, remélem ti is halljátok rendesen a játékot. Elég érdekes volt, Üm, igazából nem tudom, hogy ez mire jó, igazából az egész mód egy hülyeség, szóval semmire nem jó, de azért szerintem hogy vicces, hogyha berakjátok. Jöhet a következő ami igazából, mondjuk legyen ez a három darab igazából az egyik egy kard, amiben igazából nem is lenne probléma, mert egy kard tök jó viszonylag hetet sebez, tök erős ám ami különleges benne, hogy tüskés ezáltal, hogyha a kezetekbe fogjátok mondjuk most béké, békés módban vagyok de amúgy ö, na, titeket is sebez ez a kard hogy látjátok most engem is sebez éppen hát nem tudom, hetet sebez, szóval végül, olyan, mint egy gyémánt kard de nem tudom, hogy ezt milyen esetben használnám vagy milyen esetekben használnám Szerintem eléggé hülyes, hülyén néz ki, hogyha mondjuk mész valakinek ezzel a kard és között tesebzőt, szóval az abszolút hülyeség. Itt van a következő egyik a személyes kedvencem. Ö, ez, hogyha felveszitek igazából, akkor Úristen srácok, ez brutális, ez nagyon-nagyon durva. Hát nem tudom, hogyha valaki így képes Minecraft, az ugye minden fordítva van most nekem, bármit irányítok, le is veszem, mert hány ingerem lett tőle, nagyon durva. Szóval, hát igen, most azt tudom, hogy merre voltunk, nem tudom, esküszöm. Szóval elég hülye és furcsán néz ki, nem tudom, hogy ez mire jó, de, de nem, szóval borzasztó, hogy fejjel fele van minden. A következő sapka, aminek talán akár még értelme is lehet, nem is sebződsz tőle, ugye ez a sapka, itt tök cukin vagy benne, meg mit tudom én, csak repülhetsz is vele akár. Szóval az nem tök jó, ez akár még hasznosnak is mondható. Én is gyorsabban haladsz, magasabban ugrasz, szóval ez még actually hasznos is úgymond. Ez, 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 ez az egy értelmes szerintem az egész módva modba. Ó, de jó, köszönöm, valaki feladkozott, köszönöm szépen, nagyon jó. Itt a következő ilyet is, igazából egy TNT, aminek nem olyan, vagy is hogy mondjam én, ezt mert, hogy tudom, hogy mit fog csinálni, de elég érdekes, és ez azért őrült, hogy és a TNT általában rob, uh, robban és uh, pusztít dolgokat, ám ez a TNT nem pusztít, hanem épít. Igen, jól látjátok, ez most épített egy ilyen nem tudom mit. Szóval végül is, hogyha azt úgy veszük, az is ilyen fordítotja az alap dolgának a TNT-nek. Rombolni a kéne, de ehelyett épít, ami elég durva. Lehet a következő. Hát ezek igazából még talán jó is jönnek, ahogy látjátok az ikonját. Ezek ilyen összeragasztott kapák lennének, és hát... Ö, igen. Igen. Ennek még talán értelme is lenne, de nem. Ki az, aki ezzel akar szántani, vagy nem tudom a Minecraft, -be, ez borzasztó. Gondolom a kraftolás az három darab kapak el, szóval... Hát igen, nem nagyon éri meg szerintem ezt megkraftolni amúgy. A következő viszont már annál érdekesebb, ugyanis uh, ez egy vödör. Igen, ez jó, azt jó, megmondtam, ám hogyha lerakjátok, akkor vigyázni kell, ugyanis ez egy savas vödör, és nem tudjátok úgymond visszafordítani a hatását, szóval nem lehet visszavenni a vödörbe, hanem ez ja, már. Gondolom sebez is, de nem akartam belemenni. Szóval, hogy látjátok, ez mondjuk talán még bányászásra elég is jó, de... Hát nem tudom, ez se, nem tudom, hogy ezt honnan lehet szerezni, vagy ezt csak kreatívból ki lehet venni. Hát ez viszont tök haszontalan szerint, szóval nincs értelmi, ilyet csinálni. A következők viszont már amúgy jó is nézhetnek ki, van két kardot raktam bele. Ö, majd ezek a, még benne lesznek, ezek talán még értelmesen is néznek ki. Viszont ez, ez egy konna, ami igen, nem vizet önt, hanem tüzet. Igen. Ez mondjuk esküszöm, hogyha ez a mód arra lenne jó, hogyha a barátaitokkal játsz, játszatok, akkor így mondjuk megprenkelitek, hogy tessék hozzá egy kis vizet, és akkor így raknál, és így belemegy a tűz, és így tök fám, vagy nem tudom. Vagy ez a kard, ami se vesz téged, meg ilyenek. Ezek akár még viccesek is lehetnek, szóval nem mondom, hogy teljesen haszontalan ez a mod. Nézzük addig a többit amúgy. Ööö, itt vannak ugye pár ilyen öö, úgymond smoke bombák, amik még talán tök jól néznek ki, figyeljétek srácok. Eldobom, ezt is eldobom, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. Ezt is. És holy shit srácok. Ez nagyon brutálisan néz ki. Most őszintén mondjátok meg nekem srácok, hogy EU uh, és És ilyen vakságot is kapunk, nagyon menő. Hogy azért nagyon brutálisan nézett, és ez meddig tart? Szóval ez, ez amúgy actually úgy jól néz ki, nem tart olyan sokáig, de mondjuk egy is de tök jó, meg így színvilág és actually amúgy nem rossz. Itt mondjuk maradt kettő bomba, még egyszer akkor ezeket elhaigáljuk még. Úgy igazából külön is érvényesül, de szerintem, hogyha együtt dobjátok őket, akkor lesznek igazán szépek, úgymond. Nézzük addig a többit, ö, itt ö, Jönnek a lufik, amik úgymond. Ö, hát nem tudom, igazából nem tudom, mire jók. Látjátok, itt vannak ilyen leeresztett ö, formában. Ezt így hosszan nyomjátok, és így szépen felfújódik. Ezért nem tudom, hogy ezt miért vettem ki, külön csak gondoltam, megmutatom nektek. És akkor itt igazából ezeket el lehet dobni, és így. Ja, így itt vannak. Nem csinálnak semmit. Ki lehet őket lyukasztani, akkor újra leeresztenek, ugye, és aztán fel kell őket újra fújni, és ja, ennyi igazából. Hasznuk nincs igazán, mondjuk így, örülök, úgy mondta, hogy benne van a minecraft még igazából tök fán, Ö, lehet partikot csinálni vele, meg ilyesmi, ennek talán még értelme is van, mondjuk csak egy díszítésnek, de... Legalább van, szóval igazából tök jó dolog szerintem. A következő... Ö, egy csirke. Igen, ez egy csirke, ami csipog. Remélem halljátok, szóval ez... Brutál. Ez, 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 nem tudom, őszintén bevallom, nekem ez az egyik kedvencem, de most tényleg, srácok, gondoljatok bele, hogy így, ez ez csipog. Semmi, semmire nem jó, csak csipog. Értitek? Ja, ez tök menő. És akár, hogyha haverjaitokkal szereztek mind a ketten ilyet, akkor még akár együttes is lehet ezzel alakítani. Itt folyamatosan csipogtok le gyorsan lehet lassan, és akár még egy jó kis ritmust is ki lehet vele lehozni, nagyon ez olyan hülye ötlet, szóval nehogy megcsináljátok. Hát igen, srácok, igazából szerintem ez a leghülyébb mód a Minecraftba. Ha szeretnétek még esetleg folytatást, és hogy keresek ilyen másfajta, ilyen brutálisan hülye bodokat, akkor mindenféleképpen ö, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot, illetve játszatok a Mindset szerverén, és legyetek a szponzoraim, ha megtehetitek, illetve kövessetek be Twitch-en, igen, 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 látjátok, felfújom a lufikat, menő. Igen, srácok, akkor a következő videó találkozunk. in XP wollt haben. Sziasztok! Szeretnél VIP expert lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért látod ezeket a brutális emojikat, csak te! És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon! Egy moderátor! Csatlakozz most! Ha te is ki szeretnéd próbálni Magyarország egyik legeslegjobb szerver közösségét és szerverét, akkor töltsd le te is a mindstyle.hu-t. Nincs más dolgod, mint fellépsz a leírásban lévő weboldalra, rámész arra, hogy letöltés, és letöltöd a kliensünket. A kliensünk mellé kötelező javát használod és a, ebből is a leges legújabb verziót. Ha ez nincs meg, akkor töröld le az előző javát a gépedről, úgyhogy minden egyes fájt és mindent letöröld, ami a javához kapcsolódik és azután töltsd le a klienst és telepítsd. De, hogyha esetleg te nem szeretnéd letölteni a klienst, akkor először regisztrálj be a Mindcenterbe. Itt van, hogy Mindcenter és regisztráció. Amint rámegyünk, egy ilyen weboldalra fog minket szépen bedobni. Itt beírd a felhasználó napodat, az e-mailedet, a jelszódat kétszer, remélem, nem vagyok robot és beregisztrálsz. Amint ezzel megvagy, már meg is nyithatsz egy akármilyen launcher. Beírtad, hogy play.mindside.hu és amint ezzel meg vagy, már fel is tudsz jönni a IP-s szerverünkre. Próbáld ki te is Magyarország egyik legjobb klienses szervét, és Magyarország leges legjobb IP-s szervét. Sziasztok srácok! új termékek kerültek be a shoppunkba, azaz az MC shopba, ugye ahol mindset termékeket lehet venni és új logóval ellátott termékek is, ugye ezt úgy tudjátok a weboldalon rámentek arra a kis hogy termékek. Bedott ide az MC Shop, ugye ezt a mesterem MC szponzorálja nekünk. Itt vannak ugye az új logóval ellátott termékek. Aki szeretné nyugodtan vásárolt, ezzel is tud minket támogatni, és természetesen, hogyha a rendezvényeken találkozunk és kin akkor így is könnyebben fel lehet titeket ismerni, és mi is ilyen termékekben szoktunk lenni. Szóval, hogyha szeretnétek, akkor nyugodtan megrendelhetitek. Leírásban ott van a link, de amúgy vfp.mysite.hu és ugye ott lesz a termékek menüpont vagy mcshop.hu és videós csatornák és mysite-ra rámentek